pénzügyi témájú dolgoknál mindig elsőrendű kérdés, hogy mit akarunk pontosan elérni. Tehát ha mondjuk nagyobb bőséget akarunk teremteni az életünkben, vagy több pénzhez akarunk jutni, akkor mindig kérdés az, hogy ezekből a témákból mire vagyunk befogadással. Tehát mennyire tudjuk befogadni a sok pénzt, ugye itt lehet mondani a lottó nyertesek esetét, amikor rengeteg pénzt nyernek, és mégis valahogy eltapsolódik az a pénz. Ez jó példa arra, hogy ők nem tudják befogadni azt a nagy összeget, azt a nagy pénzt, nem tudnak mit kezdeni vele, idézőesen mondva. Tehát magyarul mindig az a kérdés, hogy a befogadásunk van-e arra a témára, amit el akarunk érni. Van-e a jó üzletfelekre befogadásunk, van-e a jó kollégákra befogadásunk, van-e a nagyon jó üzleti lehetőségek meglátására, észrevételére és egyáltalán megélésére befogadásunk, vagy van-e a külföldi ügyfelekre befogadásunk, vagy egyszerűen tényleg erre a pénz dologra, hogy van-e a nagy mennyiségű pénz befogadására lehetőségünk, vagy van-e ilyen típusú befogadásunk. Tehát vizsgáljuk meg magunkat is pénzügyi témánál, hogy mire vagyunk hajlandók, mit engedünk meg magunknak, mit engedünk oda saját magunkhoz, bármilyen téma is legyen az, de most itt éppen a pénztémáról volt szó, tehát befogadás.